Hát sziasztok! Mondjuk ezzel szerintem egy stand-up komedibe abszolút elmehetne. Hát eljöttünk, hogy megnézzük a babaszobát, mert hogy hamarosan jön bele a baba. Sziasztok. Lehet, hogy már holnap után vagy a harmadik napon. Itt vagyunk Stucker mamival, Stucker papival. Stucker papi funkcionálisan beállította a babakocsit azokra a funkciókra, amelyek nagyon fontosak lesznek. Majd mint például. Ez micsoda? Tapokának egy kis kényeztetés utazás közben. De ezt tudod, hogy eredetileg ezt mire állítottam? A babán, igen. Na mire? Babának a cumi tartója. És akkor az hol lesz? Majd a belég zsebben? Majd veszünk még egyet. Ó, szóval még csak ennyi. És te ehhez mit szóltál, édesem? Én meglepődtem. Egyszer csak bejöttél, és láttad, hogy ott van, és próbálgatja? Viszi? Igen. Elkezdte így, tologatta, összerakta, megnézte, hogy minden rendben van a kocsival, és utána már csak azt láttam, hogy a sör ott van. Szép lesz. Azt tudjátok, hogy ugye a tejtermeléshez szoptató sörről már hallottam, de apuka, nem te fogsz tejet termelni. Viszont ebből arra következtetek, hogy úgy tervezed, hogy rengeteget tologatod majd a kisbabádat. Jól hallom? Igen, hát itt a Velencei tópartján. Szép napsütésbe, melegbe. Meg is lesz rá az alkalom. És akkor egykor csöröcske. Így van. Lelazulsz. Egy kis cumi, a gyereknek kis tej. Mindenkinek meg. Legyen. Persze. Egy kortya babának, így egy van. Kortya papának. Oké. Az egészségre. No, hát akkor nagyon-nagyon tetszik, minden bekészítve. Menjünk, akkor nézzük meg a baba szobát, Zoé szobáját. És lőn! Hát ez nagyon cuki. Jó, mi kis baba szobánk. Ezt nem tudom, hogy arról már beszéltünk, és tudtok-e róla, de hogy van neked egy mániád. Igen. Amit át szeretnél ragasztani a csodálatos Zoéra is, úgy látom. Hát, mivel van tele? Miki egérrel mindenhol gyakorlatilag. Ez valami gyerekkori dolog vagy? Igen. Vagy, igen? Onnan igen. Jön Miki Mini, meg Miki minden? Igen, én minden, aha. Amit csak lehet. Ez egy ilyen szerelem? Igen. Na most már nem csak nekem, most már Patriknek is. Patrik, ne haragudj! Minden, ami Miki egér. Nyitva kell tartsom a szememet, ha látok valami Miki egeret vagy Minit, akkor szólok neki, hogy ott van, és akkor meg kell nézni, vagy meg kell venni. No, és az esküvőtökön egyébként volt ilyen Miki egeres meglepi valami? Volt. Tehát végig a szerelmeteket, az esküvőtöket, a gyerekszületést, mindent a végig. Mindent végigkísért a Miki egér. Reméljük a lakást az egerek, nem? Az esküvőn is úgy volt, hogy az ágyon volt egy Miki, egy Mini összebilincselve. I've watched you pay your dues. Life took you down a few. Served up a fight. Not gonna lie. No, hát gyönyörűen. Itt van a kis szobája Zoénak. Ti ezt fontosnak tartottátok, hogy őt igen. Már úgy fogadja a biztonságos otthon, hogy minden a megfelelő helyen legyen. Így van. Uh-huh. És akkor hogyan alakítottátok ki? Tehát, hogy valakit megkérdeztetek, hogy mit érdemes egy baba szobába berakni? Nem. Nem, ez így minden magától. Egyedül a festést, amit néztünk mástól. Ezeket a kis formákat. Aha. És ezt ti festettétek? Igen. Komolyan? A rózsaszínt is? Az egész lakás gyakorlatilag. És ilyen rózsaszínre számítottatok? Igen. Hát egy kis csajos szoba. Kis csajos szoba. Kéznyomunkat a végére, majd azt tervezzük, hogy Zoénak is a kis raciót van. Tényleg ott van a kéznyomotok, de jó. Valamiért azt sejtem, hogy a bal a Patriké, a jobb pedig a tiéd. Ugye? Jól sejtett. Igen, mert a méretbeli különbségeket látok, és akkor lesz a kis igen. Picike. Nagyon jó pofa, tehát egyedivé próbáljátok varázsolni. Igen. Mi volt funkcionálisan a célja például a kis ágy kialakításánál? Hogy milyen kis ágyat akartatok, hogy milyen funkciói legyenek, hogy lehessen emelgetni, mélyíteni, azt vagy... Azt is, mi volt mindenképpen kombi ágyat szerettünk volna. Az mit jelent? Majd mikor nagyobb lesz, akkor majd szét lehet szedni, aha. És rendes ágy lesz neki. Értem, tehát az első kis, igen. Az első, tehát itt van a baba ágya, de az első ágyacskája is van. Már ebben benne van. Aha. Értem, na ez jó. Mindenképp azt szerettünk volna. Nyilván a pelenkázó. Igen.
Hát ez nyilván nem az olyanak készült, ez arra a bizonyos napra és pillanatra igen, vár, amikor lesz. Be kell pakolni a kocsiba, ugye? Így van. Így van. Hamarosan. And I'll take your pain, baby. I'll wear it out like a raider in the dark. I'll be coming to let your spark. És akkor látom, hogy fiókos szekrényt választottatok, és, mert hogy és akkor... És van férve annyi ruha. Mi van? Miért már vannak ruhák is? Húha! Na, meséljetek! Haj, de cuki! Hát ezek igen. Nagyon aranyosak. Milyen kis kosárkákban rendezve. Ott otthoniak, pizsamák, amik még nagyok rá, ott vannak, amiket már most tudunk használni. Úgyhogy... Bár még nem tudjuk, hogy bár igen. Lesz a baba. Még meglepődhettek. Pontosan. Bízunk benne, hogy jó lesznek a méretek, de rengeteg ruhája van. Ezeket kaptátok többnyire? Kaptuk is, de inkább vettünk. Igen? Ez igen. Így ilyen mániás? És honnan tudjátok, mekkora méret kell? Vettünk kicsi, van olyan ruha, amiben egy kisebb méretet vettünk, van amelyikben nagyobbat. Aha, szóval hogy majd akkor legyen minden. Például a Miki Egresből van olyan, amiben na, Muti? Két félét is vettünk, az a baj, hogy az már szerintem el van csomagolva. Ja, mindjárt Miki Egresbe hozzátok haza? Igen, vettünk hát olyan ruhát, ami 62-es is és 80-as is. Mert hogy az annyira bejött? Igen. Hát itt van például a kis 62-es, és ennek van egy 80-asa is. De cuki, hogy nehogy addig kimenjen a divatból igen. És ne legyen. Hát itt végig minden Miki Egres. Tehát a csomagban milyen típusú van a legkisebb méretű az újszülötteknek, vagy egy kicsit nagyobbat vettetek azért, hogy ne nője ki azonnal 3 nap alatt, vagy esetleg ne legyen jó rá? Nekünk vannak, vettünk 56-ostól egészen 62-es. Ez 56-os a legkisebb? Igen, hát van 50-es is, 48-as is. Gondolom a koraszülöttek. Igen, de átlagban azt mondták, hogy ez az 56-ostól 62-esig vegyük, úgyhogy mi is úgy szereztük be őket. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz jó rá. És akkor legyen egy kis futalózó alatta, tehát kezdődjön azzal a történet, és akkor kis nadrág, meg kis felső, így van. Kis póló akár még, itt nektek ugye a térre is készülni igen. Kellett. Hát sok ruhát most nem raktunk el neki, mert azt mondták, hogy inkább ők adják a ruhát, mert hogyha én viszem, akkor lehet, hogy ez el fog keveredni. Aha, azt meg nem szeretnénk. Ugye nem tudom, gondolom, ilyenkor ki vannak fertőtlenítve azok a kis ruhák. És láttam, ez igen. Az Afrika kedvence. Rockstar baby! Aszta! Hát azért, tehát nyugodtan megállapíthatjuk, hogy apukáknál is elmegy azért a cérna, meg a minden, meg a józan gondolkodás, amikor kislányuk születik. Nem csak anyukánál van hormonváltozás, ami agyra megy. Hát kedvenc zenekar, de a spólója is van már. Hogy milyen van? Tankcsapda rugdalózója van. Tankcsapda ilyen body. Jó van. Az volt az első ruha, amit így tudatosan megvettünk. Ez volt az első ruha, amit hát megvettünk én neki. Én csak annyit mondok, hogy nagyon remélem, hogy a tankcsapdás rácok valamilyen jó kis dallal készülnek ennek a Zoénak, mert megérdemli, mert Zoé megérdemled, úgyhogy tankcsapdás rácok. Már lehet írni a dalt Zoé címmel. Tegnap beszéltünk, hogyha nem tesszük oda a babyőrt a füle mellé, és sír a pici, ő nem fog felkelni. Hát van olyan, amikor járkál ugye éjszakánként többször, ilyen 20-szor szerintem egy éjszaka, meg lezuhanyzik éjszaka, és nem ébredek fel, nem hallom. Ja, mert hogy jársz ki vécére, ez már gyakoribb, ugye, hogy nyomja hát, lefelé a baba, meg sokat kiszol. Két percenként is. Aha. Úgyhogy nagyon sűrűn. Ő meg se hallja. Tévézik mellettem, zenét hallgat, és semmi. De ő a feleséged, de lesz majd egy gyereked, az lehet, hogy fel fogsz rá ébredni. Arra biztos. Köszi. Hát megnézzük majd ezt akkor valamikor, amikor pár hetes lesz a baba, amikor már egy kicsit szoktatjátok magatokat az új szerepekhez, és megnézzük majd, hogy ez hogy alakul a saját gyereknél. Oké? Drágáim, hát akkor hamarosan szülünk. Sziasztok! Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Most itt, vége!